Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit az adás második részében. A sorozatunknak a címe az Isten javai az élők földjén, válogatott fejezetek a dogmatika, az erkölcstan és a hitvédelem témaköréből. Természettudomány és teológia viszonyát vizsgáljuk most részletesebben, és Jáki Szaniszló, Templeton díjas, bencés fizikusnak a gondolatai és az írásai alapján. Mit értünk természettudomány alatt? Tudomány alatt általában az olyan exakt mérési eredményeket és azoknak az ismételhetőségét értjük, amelyek ugye mennyiségi adatokkal dolgoznak. Mennyiségi adatokkal, számokkal dolgoznak, és ezeknek a számoknak az eredményei, ezeknek az adatoknak az eredményei, a kiértékelései adják egy természettudományos mérésnek az eredményét. Meg kell különböztetni a tudományt, tehát ezt a fajta tudományt a teológiának a tudományától. Ugye a teológia tudománya az nem mérésekkel dolgozik, hanem észszerű érvelésekkel elsősorban, ami természetesen egy természettudománynak is az elengedhetetlen és a nélkülözhetetlen alapja, a logikai következtetések. Ugye a logika az tulajdonképpen a helyes gondolkodás ezt jelenti, tehát a helyes észérveknek a tudománya. A teremtett anyagi világ ugye hozzávetőlegesen 15 milliárd éves, és ezek az úgynevezett exakt tudományok, vagy amit Jáki Szaniszló ugye ezt nevezi természettudományoknak, a mozgásban levő dolgok mennyiségi tulajdonságainak mennyiségi változásait vizsgálják, és vonják le belőlük a következtetéseket. Mit jelent ez? Kicsit gondoljuk át ezt a mondatot. Mennyiségi tulajdonságok mennyiségi változását. Súlygyarapodás például, sebességnövekedés, ezt jelentik. És ez a természettudományos kör az a már meglevő világban fennálló összefüggéseket tanulmányozza, és éppen ezért a világ teremtése az nem tartozik a természettudománynak az illetékességéhez. Nyilvánvalóan, hogy a világ egységes. Tehát az Isten mindenhol ott van. Ez természetes, és egy Isten hívő természettudósban is ott van a természettudományos és a teológiai műveltség is. Csak a kettőt nem szabad összekeverni. Tehát természettudománnyal nem lehet a világ teremtését igazolni. Például a hatnapos teremtés történetet nem lehet természettudományos úton igazolni, mert nem hat nap alatt történt a teremtés, de ez nem azt jelenti, hogy a Biblia az nem igaz, és ez nem igazságtartalom, hanem ez egy teológiai igazságtartalom, hogy a világot az Isten teremtette, és ahogy mondani szoktuk, hát a semmiből teremtette, de ez nem egy pontos megfogalmazás, hanem azt kell mondjuk, hogy az Isten akaratán kívül nem kellett semmi ahhoz, hogy a világot ő megteremthesse, hogy legyen világ, ugyanis Isten a létnek a teljessége. És éppen ezért teológia és természettudomány egymásnak nem is mondhatnak ellent. És ha mégis valaki azt mondaná, hogy hát valahol ellentmondás van, ugye tudjuk azt, hogy vallásellenes ideológiák
ugye például ugye a marxizmus, jól ismerjük ugye a tanítását, meg ha szabad így fogalmazni, a rossz hírét is, minden áron a vallás elnyomására azt akarta felhasználni, hogy a vallás tudomány ellenes, a vallás nem tudomány ellenes, mert nem mondhatnak ellen egymásnak. Na most nyilvánvalóan, hogy ez nem jelenti azt, hogy a tudomány nem járulhat hozzá Isten létének bizonyításához, valamelyest hozzájárulhat, feltéve, ha világosan látjuk, mit nevezünk bizonyítéknak. Ugye egy véges dologból egy végtelen valóság, így írja Jáki Szaniszló, mint az előző létének alapja felé fordulni, azonban következtetés, és nem természettudományos értelembe vett bizonyítás. Tehát a teológiának más bizonyítási eszközei vannak, mint a természettudománynak. És ez a következtetés, ez egy megalapozott következtetés természetesen, és ezzel egyáltalán nem kisebbedik a teológia, és nem kisebbedik a természettudomány sem. És nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a modern tudományok kialakulásának feltétele a keresztény gondolkodásmód volt, és pontosan ez a keresztény gondolkodásmód adta hátteret ahhoz, hogy az Isten teremtett egy világot, amiben rend van, rend uralkodik, ugye ezeket hívjuk természettörvényeknek, és a tudománynak az a feladata, hogy ezeket a természet törvényeket feltárja. És a már meglevő világnak a tulajdonságait kutassa. Ugye a teológia, ahogy mondtuk az előbb, észszerű érvelésnek tekinthető, és ugye azt azért nem szabad elfelejtenünk, egy kicsit a természettudományokra is visszatérve, hogy maguk a mennyiségek is csak úgynevezett nem mennyiségi magyarázattal érthetők meg, például bármely számot azt csak egy úgynevezett nem numerikus kifejezéssel lehet definiálni, tehát egy olyan kifejezéssel, ami nem mennyiségi kifejezés. Ugye ezzel dolgozik például a számelmélet. No, de most nem akarok én ilyen mélyre menő elméleti kérdésekbe belemenni, hanem egy kicsit nézzük meg azt, hogy a teológiának mi is a feladata. Ugye a teológia az a tudomány, vagy analóg értelembe vett tudomány, amely a lét egész területén a távolabbi, sőt a végső okokat és magyarázatokat kutatja a hittől megvilágosított értelemmel. Ez nagyon fontos. Ugye ez az Istenről szóló tan a görög szóból, és ugye van ennek egy párja tulajdonképpen, ami hát teológiai kérdéseket megmagyarázhat, a filozófia, ugye ez a bölcsesség szeretete, bölcsesség kedvelés, maga a szó, és a filozófia is tulajdonképpen ugyanezt kutatja, csak ott a természetes emberi értelem a forrás. Természetesen a keresztény filozófiánál ott megint csak a teológiával ötvözve a hittől megvilágosított értelem szerepel. És ezek a területek az úgynevezett nem közvetlen tapasztalatot kutatják, mint ugye a természettudományban, vagy mikroszkóp alatt megfigyelünk például valamit, vagy megmérünk valamit, hanem következtet. És ezek a következtetések, ezek ugyanolyan értékű bizonyítékok, hát gondoljunk csak a matematikára, amikor egy számtan példát, akár egy egyszerűbbet, akár egy bonyolultat, vagy egy még annál is bonyolultabbat, amin sokat kell gondolkodni, rengeteg következtetéssel lehet eljutni a végső megoldásig, és hát ismerjük jól, hogy ugye a matematikában is ott vannak a tételek, és ott van a bizonyításuk, és abban sem kételkedik senki, hogy az nem úgy van, mert aki kicsit ért a matematikához, az teljesen át tudja látni ezeket a bizonyítékokat. Ugye az Isten hitben azért ez, ahogy mondtuk az előző adásban, ez nem egészen így van, mert
ezek nem közvetlen tapasztalati tények, és egy olyan világról kell beszélnünk, amelyet érzékszervvel tulajdonképpen nem tudunk érzékelni, hanem egy személy tekintélye alapján, nevezetesen az Istennek a tekintélye alapján fogadunk el. És pont ezért ez nem vakhit a kereszténység, egyáltalán nem vakhit, mert a kereszténységnek van egy nagyon komoly tanítási rendszere, teológiai rendszere, ami nagyon erős logikai alapokra, történeti alapokra épül egyrészt, másrészt pedig van a teológiának egy úgynevezett spekulatív teológiai része, amely egyrészt következtetéseket tud levonni, még esetleg olyan dolgokra is, ami a Szentírásba, vagy a Szent Hagyományba, ugye a hitünknek a két forrásába, katolikus hit két forrásába nem is szerepel, illetve konklúzió teológika, tehát teológiai következtetésként tudja megmagyarázni azokat a tételeket, amelyek szerepelnek a hitünknek a forrásaiban. Nagyon érdekes, hogy mindkettőnél, tehát az Isten hitnél is, és a természettudománynál is szükség van arra, hogy az ember érvrendszerekben gondolkodjék, és bizonyos szinten szükség van a matematikai szemléletre is. Na most ez nem azt jelenti, hogy aki nem ért a matematikához, az nem lehet jó hívő keresztény. Hát dehogy is nem lehet, csak ami a matematikának az alapja, tehát a logikus gondolkodás, ugyan az kell legyen a hittani igazságoknál is, ugyanúgy a teológiai ismereteknél is szükséges, hogy az a belátás meglegyen, ahogy Schütz Antal mondja, a hit az észszerű meghódolás, rationale obsequium, megint egy kicsike latint becsempészve, tehát észszerű meghódolás a szemmel nem láthatók előtt, tehát az Isten előtt. Itt még van nagyon két nagyon fontos fogalom, ugye a világnézet és a világkép különbözősége. Ugye ezt is szerették összekeverni, és szándékosan összekeverni. Ugye a világnézet az az egész valóságra irányul, és a világnézet azt próbálja megválaszolni, hogy mire való a világ. Van egy másik fogalom, ami szintén a világgal kapcsolatos, a világkép. Ez pedig arra a kérdésre felel, hogy milyen a világ. No most, lehet természettudományos világkép. Természetes, ez helyén való. De természettudományos világnézet nem lehetséges. Ugye ezt is a marxizmus hangoztatta, hogy neki természettudományos a világnézete, ez egy önellentmondás. Fogalmi önellentmondás. A Jáki Szaniszló munkáiban nagyon érdekes, amikor a katolikus értelmiségiről írt, ez a címe a közleménynek, és ebben ő egy nagyon fontos dologra fölhívja a figyelmet. És ez nagyon fontos a hitismereteknél is, hogy ne tudjanak mondjuk minket becsapni, átverni. Ha valahol mondjuk érzelmileg olyan közösség van, ami mondjuk talán az érzelmeket jobban megmozgatja, és mondjuk nem egyházi közösség, ahogy mondani szoktuk, egy szekta, vagy általában ezek mind egyház elleni közösségek, akkor ne pártoljunk át oda, hanem tudjuk észérvekkel a hitünket megérteni és megvédeni. Ahogy Jáki Szaniszló írja, a tényeknek kell ellenőrizniük az értelmet, és nem fordítva. Tehát először mindig a tényekről kell meggyőződni, és a tények irányítsák az értelmet.
És a katolicizmus, folytatja Jáki Szaniszló, mindenek fölött meghódolás jelent a történelem legnagyobb tényének, Jézus Krisztusnak megtestesülése, testvér realitása előtt. És ezért a katolikus értelmiséginek, ugye most itt a címbe szereplő fogalom is szerepel, mielőtt Krisztus előtt meghódol, meg kell hódolnia azok előtt, akik ma Krisztus tekintélyének konkrét, tényleges hangját képviselik. Tehát az előző adásban, ahogy beszéltük, a hiteles katolikus tanítás előtt, ugye hit és erkölcs tanában az egész egyháza nézve kötelező tanítás elfogadásában. Heisenberg, a nagy Nobel-díjas fizikus fogalmazta meg a következőt. A rend az egység átragyogása a sokaságon. Egység a sokaságban. Minden tudomány és a nagy monoteista világvallások is ezt a rendet keresik. És egy másik megfogalmazás szerint, Plotinos megfogalmazása szerint, a szép a részek egymáshoz és az egészhez való illeszkedése. Ugye a szép az egy esztétikai fogalom. És ugye érdekes dolog, föl szokták tenni, hogy mitől jó egy zenemű, egy komoly zenei zenemű például, azok a hangok, ami mondjuk mérhető természettudományosan, a hangfrekvenciák, a kombinációk, és egy hangnak, egy komoly zenei hangzásnak a értéke, elsődleges értéke abban van, hogy szép. És a tudománynak, illetve az értelmiségi és minden embernek a feladata ennek a rendnek és a szépségnek a keresése, és tulajdonképpen ebből, ahogy megint csak a Szentírás szavaiból tudjuk, alkotás, ez is az Istennek az alkotása, mint minden a jó az Istennek az alkotása, és ebből is lehet következtetni az Istennek a léttére, tehát a teremtett világból, és a teremtett világban való minden nemű szépségből, esztétikai szépségből is. És ez feladata minden kereszténynek, élethosszú tartó feladata, hogy ismereteit szüntelenül gyarapítsa. És bármilyen hivatásban van, bármilyen hivatásban mindig a mások javára is értékesítse azokat, ezeket az ismereteket. És ennek megvalósítása által lehet meg az a reménye, amelyről Szent Pál beszélt, mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. És ez már itt ugye most visszatérve megint a hittani részhez, ez a magasztos út, ez már megnyilvánulhat a földi életben, ugye az Isten már itt is elővételezheti annak a remélt állapotnak a valóságát, az örömét, persze összehasonlíthatatlanul nagyobb öröm lehet az Isten színe látása, mint a földi örömök, de már elővételezheti, és az ő kezdeti kegyelmével, amivel megadja a vallásos hitet, amit nekünk tovább kell építeni, ahogy jelen is tanár úrnak a dogmatika tanításában is szerepel, az üdvösség, aki eljut oda, az egy megszolgált jutalom. Tehát tennünk kell érte, a megszentelő kegyelem állapotába kell lennünk, meg kell tartanunk az Istennek a parancsait, egy következő adásban majd erről is szó lesz, és akkor az Isten a túláradó kegyelmével reményeink szerint megadja ezt a jutalmat.